Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról részvevőket is. Én Czank Ferenc vagyok, én vagyok a PPH egyik 8-as szintű vezetője. Tegeződő szoktuk tartani képzéseket, remélem, hogy senki számára nem bántó, kortól nemtől függetlenül. A PPLT foglalkozáson végzettségem szerint gépészmérnök, azonban mára viszont a PPA tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Lébényben élünk párommal és két lányunkkal, tehát nős vagyok. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációval léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és az emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja embereket, neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most pedig szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsi Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg az első képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy örömömre szolgál, hogy is ismét együtt vagyunk. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ha hideg volt, az a baj, most a meleg van, az a baj. Hogy van ez? Erre vannak ugye viccek, hogy ugye Jusikán van-e sapka, vagy nincsen, kezdtek erre a viccre. Tehát teljesen mindegy, hogy van rajta sapka, vagy nincs. Na most ugyanúgy van az időjárással is. Ha meleg van, az a baj, ha hideg van, az a baj. No, tehát, de nem az időjárással van baj, hanem a gondolkodással. Az emberek gondolkodásával van baj, nem az időjárással. Meg igazából, ha megnézzük, minden területen, ahol problémák vannak, ott az emberek gondolkodásával vannak problémák. Tehát gondold végig, hogyha helyesen gondolkodtak volna mondjuk az ukránok, meg az oroszok, akkor most nem lenne háború, nem? Gondoljátok végig. Tehát bármilyen probléma van a világban, bármilyen probléma van egy ember életében, a gondolkodással van probléma. Értitek? Tehát a helytelen gondolkodással. Nem helyes gondolkodás van jelen ott, ahol problémák keletkeznek. Ahol gondok keletkeznek. Tehát gondold végig, ha mit tudom én, most emberekkel beszélsz, és akkor megkérdezed, hogy hogy van, vagy mi újság, és akkor elkezd panaszkodni. Képzeld, hogyha így született volna. Föl se nőtt volna. Hát gondold végig, hogyha a gyerek olyan módon gondolkodott volna, mint most a legtöbb felnőtt. Mind belehalt volna a növekedésbe. Egytől egyik. Miért? Mert ugye nem lehet úgy jövőt, a jövőre gondolni, hogy hát én úgy élem meg. Érted? Hát gondold végig, hogyha
a gyerekek így gondolkodtak volna, amikor kicsik voltak. Hát mindenütt a gondolkodással van a probléma. Tehát ugye tanultuk azt, vagy biztos már mindenki hallott erről az életében, hogy az éremnek két oldala van. Van egy jó oldala, egy rossz oldala. Lehet annak a jó oldalát nézni, vagy lehet a rossz oldalát nézni annak a dolognak, nem? Minden jóban van valami rossz. Minden rosszban van valami jó. Nem? Ismeritek ezeket a mondásokat? Tehát attól függ, hogyan állunk hozzá. Attól függ, hogy honnan nézzük, nem? Szoktál beszélgetni időnként olyan emberekkel, hogy minden dologban a rossz dolgokat nézik, a rossz oldalát nézik? Tehát megnézed, van egy olyan világunk, amiben most élünk 2022 évelejétől, nem, hogy is 2020 évelejétől, és azóta az emberek általában rosszabb hangulatban vannak, mint előtte voltak. Azóta lett egy gazdasági válság. Azóta mindenféle válság van, már háborús válság is van, érted? Tehát egy olyan világ van, ahol igazán a legtöbb ember mit csinál? Pesszimistán gondolja ezt az egészet. Tehát ami jelenleg a világban van, a legtöbb embernek olyan ehhez a világhoz a hozzáállása, hogy hát hogy milyen rossz lett a világ. Közben, ha legalább 15 éve, hanem 20 éve beszélek arról, hogy a legtöbb ember akkor fog megnyílni az anyagi világ feletti dolgok irányába, hogyha nagyon nagy gondjaik lesznek. Erről beszélek kb. 20 éve. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy a legtöbb ember az anyagi világon túl úgy lát, úgy kezdett el látni, hogy történt vele valami nagy probléma. Oké? Kevesek vannak úgy, hogy nem történt vele probléma, és mégis túlnézett az anyagi világon. Tehát a legtöbb embernek egyszerűen kell ahhoz, hogy túl tudjon látni az anyagi világon, valami nagy probléma. És ezek a nagy problémák, ezek most jöttek el. Mondhatjuk azt, hogy világproblémák lettek. És ahol két választása lesz az embereknek. Vagy föladják az életüket, magyarul elindulnak a halál felé, rohamos tempóba, vagy túlnéznek az anyagi világon. Mert az anyagi, oda jutottunk, hogy az anyagi világ nem nyújt segítséget. Érted? És amikor az anyagi világ az embereknek nem nyújt segítséget, akkor indulnak el a szellemvilág felé. Akkor indulnak fel, mit jelent a szellemvilág? A szellemességet jelenti, a tudatosságot jelenti, az észt jelenti, a gondolkodást jelenti. Mert ha megnézzük, ma a világban az kezdett el uralkodni a 2020-as év elejétől, vagy 2019-es év végétől, hogy gondolkodás nélkül cselekszenek. Nem csak az emberek, a kormányok is. Oké? Hát ha azt gondolt, hogy nem gondolkodás nélkül cselekedtek itt az elmúlt időszakban, akkor csak egyet kérdeznék. Hova lett a Covid? Érted? Az emberek tömegei beoltatták magukat egy olyan dologgal szembe, ami
jelenleg mintha már nem is lenne. És elhitették velük, hogyha nem oltatják be magukat, akkor meghalnak. És az emberek elhitték ezt. Nehogy azt hitt, hogy erről csak most beszélek. Akkor is beszéltem erről, hogy be ne oltasd magad, amikor elkezdődött az egész. Oké? Azok, akik itt tanulnak, ezt pontosan tudja. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, mekkora tudatlanság volt ebben a kapcsolatban. Tehát, csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. A baktériumok tudnak szaporodni, jó? A vírus az egy program. Oké? Az egy olyan program, amit emberek, értelmes lények hoznak létre. Bocs. Oké? Most azt, hogy emberek hozzák létre a vírust, vagy fenti lények, ebből a szempontból részletkérdés. Ezen a bolygón nem lenne vírus, ha értelmes lények nem hozzák létre. Ugyanis a vírus az önmagában nem tud szaporodni. A sejted szaporítja a vírusokat. A sejtjeid szaporítják. És a világban maga az élő organizmusok szaporítják a vírust. És tudod miért tudják szaporítani a vírust? Mert nem ismerik föl, hogy az káros számukra. Érted? Miért? Mert kifejlesztettek olyan vírusokat, amit az élő organizmusok ne ismerjék fel. Szó szerint az első vírusokat, ha nagy tévedésben élsz, ha azt hiszed, hogy az emberek fejlesztették ki. Az első vírusokat az isteni lények fejlesztették ki. Most, hogy az fenti isteni lény, vagy lenti isteni lény, az ebből a szempontból részletkérdés. Mert vannak olyan vírusok, ami valamilyen szinten hasznos. És vannak olyan vírusok, ami káros. Oké? Az élő szervezetekre természetesen erről van szó. Tehát a vírus nem létezne, ha nem lennének értelmes lények, amelyik kifejleszti. Világos ez? A számítógép vírus sem létezne, ha értelmes lények nem fejlesztenék ki. Világos ez? És a betegségeket előidéző vírus is ugyanolyan, mint egy számítógép vírus. Értelmes lények hozzák létre. Azért, hogy emberek mondjuk megbetegedjenek. Vagy növények megbetegedjenek, hogy többet kelljen mondjuk permetezni. Világos ez? Azért betegedjenek meg az emberek, hogy több orvosságot kelljen venni. Világos ez? Ezért fejlesztik ki. Oké? A baktériumok jó részét is, amelyik képes saját maga szaporodni, emberek fejlesztették ki. Oké? Tehát mondok példát, jó? Van olyan növény, olyan növény, amit mindnyájan ismertek. Ez a medgy. A régi medgyeket megtámadott egy betegség egyik évről a másikra. Ezt a betegséget tűzhalálnak hívták. Tehát az azt jelenti, hogy fogta és elszáradtak a levelek. És kipusztult a fa. A medgyre. Tudod miért? És tudod, hol csinálták ezt? Ahol medgy nagy hatalom volt. Magyarország az medgy importáló nagy hatalom volt. Vagy exportáló nagyhatalom volt, bocsánat. Ezért, hogy ne legyen exportáló nagyhatalom, kifejlesztettek olyan betegséget a megyfákra, ami egyszerűen egyik évről a másikra kiszárítja a megyfákat. Érted?
Tehát azért, hogy bizonyos helyeken ne teremjen meg az, amiből élnek az emberek, kifejlesztenek arra a növényekre betegséget. Miért te láttál régen olyat, hogy például egy diófa begombásodik? Soha nem volt ilyen. De egy gomba, ami nem létezett, az nem létezik. A természet új dolgot nulláról nem tud létrehozni. Egy új dolgot nulláról csak egy értelmes lény tud létrehozni. Ha te azt gondolod, hogy nulláról létre tud jönni értelem nélkül valami, akkor te nagyon értelmetlen ember vagy. Oké? Tehát a nulláról csak úgy jöhet létre valami, hogyha oda értelmet raknak be. Logikus, gondold végig. Nem lehet másként. És az emberek elhiszik, hogy magától létrejönnek dolgok. Csak úgy magától. Létrejönnek a baktériumok, csak úgy magától. A gombák, csak úgy magától. A vírusok, csak úgy magától. Az ember, csak úgy magától jött létre. Az állat, a növények, csak úgy magától kifejlődött. Ez akkora tudatlanságra val, aki ezt elhiszi, hogy ihaj. Most gondold végig, az emberiség több ezer éven keresztül tudta, hogy minden élet, ami létezik a Földön, az kifejlesztett. Erre jött az elmúlt 150 év, és ezt az egészet úgy fölborították, és elhitették az emberiséggel, hogy mit tudom én, a papucsállatkából származunk, az megjött egy meteor segítségével, érted? Az egysejtű. Ezt a baromságot, érted? És mondom, évezredeken keresztül tudták az emberek, hogy az életet értelmes lények hozták létre. Érted? Erre elég volt pár tíz év, és elhitették, hogy az élet az létrejön magától is. Na most képzeld el, és kísérleteznek azzal, hogy az életet létrehozzák magától. De passzus kulcs, gondold végig! Értelmes emberek kísérleteznek azon, hogy az életet létrehozzák. Hát ez azt jelenti, hogy belerakták a kísérletet meg az értelmet. Miről szól a történet? Magától. Hogy jön létre az élet? Hogy? Egy kőből? Hogy lesz értelmes lény évmilliók során? Soha, sehogy. Érted? És az emberek azt gondolják, hogy most olyan szuper okos intelligensek, és ebben a 100 évben azért, mert voltak találmányok, lehet überelni a több ezer év tudását. Érted? Mert több ezer éven, mint az imént említettem, az emberek tudták azt, hogy minden életet, sőt minden anyagot értelmes lények hoztak létre. Tehát nehogy azt hidd, hogy régen úgy gondolták, hogy a magától jöttek létre a dolgok. Nem. Mindent úgy mondtak, hogy az Isten teremtett. Világos ez? Mindent. Mindent. Még egyszer mondom, mindent. Tehát akik például még a múlt század előtti században születtek, vagy a múlt század elején születtek, azoknél még ez volt, hogy minden a jó Isten teremtett. Tehát ez nem régi keletű. Tehát én még beszéltem olyan emberekkel, meg te is, ha az én korosztályom vagy, akik azt mondták, hogy mindent az Isten teremtett. De itt abban volt csak kérdés, hogy vajon egy, vagy több. Nem volt más kérdés. De olyan nem volt, hogy magától jöttek létre a dolgok. Evolúció révén a kőnek hogy van evolúciója?
a kőbe belecsap a villám, hogy lesz belőle élő lény? Mert ezt próbálják bebizonyítani, hogy a kőbe belecsap a villám, akkor lesz belőle élő lény. Érted? Hát én szerintem, ha kőbe belecsap a villám, akkor inkább megszenesedik, nem? Tehát ilyen megég inkább, úgy mondom. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig. És erre most egy olyan világban élünk, ahol azt gondolják az emberek, hogy nincs olyan, hogy felsőbbrendű lény, nincs olyan, hogy értelmes lények hozták létre a dolgokat, hanem mindent az evolúció. Csak ugye bebizonyított tény azóta, a tudomány bebizonyította, hogy az evolúcióban akkora lukak vannak, mint a húzat. Tehát az, ha evolúció van, abban nem tud lukak lenni. Tehát például, ha kipusztul egy állatfaj, nem tud utána magától létrejönni egy ugyanaz az állatfaj. Ha magától létrejön ugyanaz az állatfaj, akkor az azt jelenti, hogy nem pusztult ki. Világos ez? Vagy létrehozták. Oké? Tehát mondok tényeket a múltból. Például a delfin bebizonyított tény nem földi eredetű élőlény. A puli kutya nem földi eredetű élőlény, hanem behozott. A búza nem földi eredetű növény, behozott. Oké? Attól, hogy az emberek ezeket nem tudják, az az ő tudatlanságuk. És akkor lehetne még ezeket sorolni, csak ugye a legfontosabbak, legismertebbekről. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, mekkora tudatlanság van a világban. És az emberek még mindig azt gondolják, hogy az anyagi világ az, ami őket megmentheti. Persze az anyagi világ fontos, tudod milyen szinten? Az életünk 40%-ában. És mi van a 60-nal? Mi van a gondolkodással? Hát gondold végig, itt van a gondolkodás kérdése. Tök jó, még jobban el kell hűíteni a társadalmat. Ki kell találni a mesterséges intelligenciát, hogy már véletlenül se kelljen az embernek gondolkodni. Még nagyobb legyen az elhűlés. De ezt szó szerint értsd, minél kevesebbet kell egy embernek gondolkodni az életében, annál hülyébbé válik. Tény. Nem hiszed? Nézz utána környezetedben. Így működik. Tehát valaki ott ül a tévé előtt, és bámulja a tévét, hogy ki leesett állal, tudod? Nehogy ma azt mondta, hogy közben gondolkodik. Gondolkodás nulla. Tehát ha megnézed, a józan paraszti ész az kiveszőben van. Az kiveszőben van. Arra vannak nevelve az emberek, hogy ne gondolkodjanak. Azt fogadják el gondolkodás helyett, amit a média sugall. Érted? És most gondold végig, hány ember ment tönkre abba, hogy bevette azt a maszlagot, hogy gyújtózkodjon tovább, mint ahogy a takarója ér. Magyarul kölcsön többet, mint amennyi bevétele van. Mennyien vették ezt be? Tehát, hogy értsed, mennyien adósodtak el? Hány ember fizet a bankoknak törlesztő részletet? Mondjuk a lakosság arányaiban nézve. Még Magyarország még jobb arány, tehát kevésbé van eladósítva, mint például Nyugat. A nyugati állampolgárok. Tehát a Kelet-Európa kevésbé van, Kelet-Közép-Európa kevésbé van eladósítva, mert ugye az eladósítást nyugaton már a háború után kezdték. Itt meg csak
A 80-as évek végétől, 90-es évek elejétől. Tehát, sőt, Amerikában már a 30-as években kezdték az eladósítást. Szóval, gondold végig, mekkora tudatlanság van itt szerte a világban. És tudod, hogy működik ez? Biztos tapasztaltad. Minél butább egy ember, minél butább egy család, annál nagyobb ostobaságokat csinálnak. És ez igaz egy népre. Minél butább egy nép, annál nagyobb ostobaságokat csinálnak. Tehát azt szokták mindig mondani, hogy olyanok a nép vezetői, mint amilyen a nép. Mert a nép választja a vezetőit. Érte? Tehát most gondold végig, az Amerika Egyesült Államokban a nép megválasztott egy demens embert elnöknek. Miért? Mert ez semmit nem vétóz meg. Mert az amerikai elnöknek mindenre, amit hoznak javaslatot, vétójoga van. Érted? Mindenre. Tehát ő mindent meg tud vétózni. Mindent. Szó szerint. Tehát, és ha ő megvétózza, akkor az a törvény nem megy át. Világos ez? De egy demens, az nem fog megvétózni semmit. Érted? Ha azt mondják, hogy Ukrajnának adjunk 100 milliárd dollárt, segélyt, akkor adnak, érted? Nem számít, hogy a lakosságnak meg annyival kevesebb jut. Érted? Nem számít. Mert simán az amerikai elnök aláírja. Nem vétózza meg, érted? Gyakorlatilag a jelenlegi amerikai elnök egy bábú, semmi más. De ugyanilyen bábú a német elnök is. A Merkel utódja. Ugyanilyen bábú. Érted? Egy gyenge jellem. Azt mondják, állj arrébb, és arrébb áll. Érted? Menj oda, akkor oda megy. Tehát olyan a vezető, amilyen a nép. Minél jobban elhűl a nép, annál hülyébb vezetőket lehet választani. Nem azért mondom, de ezt tudtuk már régóta, hogy az amerikai nép az nagyon el van hűítve. Szó szerint, de nagyon. Hát most már bejött. Már nagyon hülye elnöket tudnak választani, érted? Szóval, érdekes világban élünk. Tehát az elhűléssel szemben szerinted mi a megoldás? Egy szó. Tudatosodás, nem? Nincs más. Betegséggel szemben mi a megoldás? Egészség, nem? Hát mindennek van ellentétje, nem? Hát elhűlés, akkor tudatosodni kell. Nem így van? És úgy kérdezném. Hány olyan intézmény van mondjuk itt Magyarországon vagy a világban, amely kifejezetten arra, avval foglalkozik, hogy az embereket tudatosítsa? Hány ilyennel találkoztál? Nem, van egy, úgy hívják PPA. Ja? Nyílt Akadémia, PPA. De azon kívül, hány ilyenről tudsz? Hm? Tehát amely, ugye mit jelent a tudatosodás? Csak hogy tisztában legyünk ezzel. Hogyha jön egy dolog, amit meg kell oldani, akkor képes legyél megoldani. Ez jelenti a tudatosodás. Bármilyen dolog jöjjön, képes legyél tudatosan megoldani. Érted? Tehát megoldani, ez a lényeg. Azt könnyű mondani, nagyon könnyű mondani. Hogy ilyen vagy, ne ilyen legyél, legyél olyan. Igen, de hogy legyek olyan? Érted? Hogy? Hogy ahhoz, hogy az ember A-ból B-be eljusson,
az kell egy pontos útleírás, hogy hogy jutod el az A-ból B-be az ember, érted? Azt mi úgy nevezzük, hogy módszer, amivel az ember A-ból B-be eljut. Azt bárki mondhatja, nagy okosok, hogy így nem vagy jó, legyél ilyen. Jó, de hogyan? Hogyan legyek olyan? Hány olyan helyet tudtok, akkor egy másik kérdés, akik konkrét módszereket tudnak adni? Akkor még lesz mindjárt egy kérdésem, csak ezt először föltettem. Konkrét módszereket. Hány olyan szervezetet tudsz, ahol módszerek vannak, hogy A-ból B-be eljussanak az emberek? Nem a Google-re gondolok, a Google térképre, ahol mit tudom, bejelölöd útvonalterv, és itt beállítod az egyik útvonalat és a másikat, és akkor megnyomsz egy gombot, és kirajzolja neked, hogy juss el. Nem erre gondoltam. Hanem van egy gondod, hogy oldjam meg, érted? Vagy van egy célom, hogy jussak el oda, érted? Nem csak a gond, a jó is. Van egy cél, tehát nem csak a gond lehet a cél, hogy azt meg kell oldani, hanem lehet egy jó cél. Hogy jussak el oda? Hány olyan szervezetről tudsz, amelyik ezekre tud megoldást adni? De úgy, hogy elérhető módon. Nem milliókért, jó forintba átszámolva milliókért, nyilván nem millió dollárokról beszélek, vagy eurókról. Ne számold át a milliókat dollárra, vagy forintról dollárra, vagy euróra. Ja? Hol vannak? Megfizethető módon, elérhető módon, bárki számára elérhető módon. Hol vannak ilyenek? Vagy még van egy dolog. Hol van olyan szervezet, ahol ugye az ember mondjuk kap módszert? Például kinek van saját szakmája? Szakma, amit tanult. Oké. Soha nem volt olyan, hogy a szakmát belakadtál? Hogy ne lett volna? Én nekem is van szakmám. Eredendően, amit tanultam, sőt, végeztem is, aztán dolgoztam is abban a szakmában. És sokszor kellett olyan szakemberhez fordulni, aki segített az elakadásomban. Érted? Ugyanis ez is egy nagy probléma, hogy hiába valaki egy területen már kicsit rutinos, egész jó, ha olyan dologba ütközik, amivel még nem találkozott, ki fog neki segíteni? Hol van olyan szervezet, hogy gyakorlatilag azoknak, akik tanulnak, fejlődnek, azok ingyen kapja meg segítséget? Tehát egy vállalkozó elakad, hagyományos vállalkozóról beszélünk a vállalkozásába, és neki kell segítség, hát rengeteg pénzt kifizet. Érted? Mondjuk egy fél havi jövedelmét, vagy egy havi jövedelmét kifizeti rá. Érted? Hol kapnak ingyen ilyet az emberek? Van egy PPH, Nyílt Akadémia. Nem több. Oké. 13 éve fő szolgáltatásunk, fő tevékenységünk, hogy embereknek olyan tudást tudjunk átadni, amit használnak. 13 éve kérdezhetnek az életről és az ember működéséről. 13 év alatt nem tudtak az élet vagy az ember működéséről olyan kérdést föltenni részemre, amire mondjuk max. 3 percen belül ne tudtam volna választ adni. Mert van ilyen képességem. Mert megkapom a választ. Érted? És akkor megint kérdezem, hogy hol van olyan szervezet, ahol van egy olyan vezető, aki erre képes. De bármilyen élet vagy ember működésével kapcsolatos dologról legyen szó. Oké?
Szóval, akkor még mondok, keres egy olyan szervezetet, ahol egy tanítóban, mondjuk, hogyha hetente, mondjuk átlagosan, mondjuk 8 órát tanít, 9 évnyi tudás van. Tehát 9 évnyi. Hol találsz még ilyen szervezetet, vagy ilyen vezetőt? És ez most nem a fényezés része, de erre vagyok képes. Oké? Sőt, ugye, hogyha tanításokat hallok másoktól, akkor képes vagyok arra, hogy megmondjam, hogy az igaz, vagy hamis, amit tanít. Van ilyen képességem is. Például nem tudom, nem hallottam még arról, meg tudom mondani, hogy igaz, vagy nem igaz. Hamis, vagy nem hamis. Szóval, ugye miért vannak ilyen képességeim? Nem tudtam, azt tudtam gyerekkoromtól, hogy én nem akarok átlagember lenni. Ezt tudtam. Már gyerekként sem voltam átlag. Azt is tudtam, hogy valami nagy dolgot akarok létrehozni. Érted? Ezt is tudtam. És olyat, ami az emberekkel kapcsolatos, nem találmányt, tehát nem egy tárgyat szeretnék létrehozni. Tehát az soha nem volt a fejemben, hogy majd valami tárgy találmányt, anyagi találmányt létrehozok. Majd nem. Tehát olyan dolgot, ami az emberiség hasznára van. Ez gyerekkoromtól megvolt. És akkor szépen úgy elterelődtem, mint ahogy a legtöbb ember. Mert a legtöbb embernek azért szerintem voltak világmegváltó gondolatai gyerekkorban. Nem? Vagy rosszul látom? Csak kérdés az, hogy mennyire sikerült elterelődni, ez a kérdés. Tehát gondold végig, gyerekkorunkban világmegváltó gondolataink voltak, akkor ez honnan származott? Biztos az evolúcióból. Biztos, nem? Hát gondold végig, a fa, vagy egy fűszál, nem gondolkodik olyan, hogy megváltom a világot gyerekként, mikor kicsi a fű, vagy kicsi a fa, nem? Egy állat se gondolkodik ilyenről. Nem is tudnak gondolkodni, egyik se. Az ember azt tud gondolkodni. És honnan származhat az, hogy a legtöbb ember, aki megszületik, és gyerek, és akkor azt gondolja, hogy majd megváltja a világot. És biztos, hogy te neked is voltak ilyen gondolataid, csak lehet, hogy már nem emlékszel rá. Hát ez csak akkor gondolhat ilyenre az ember, hogyha tudja, hogy képes rá, nem? Egy növény nem gondol ilyenre, mert tudja, hogy nem képes, nem tudja csak. Mert tudata nincs. Az állat sem tudja, hogy nem képes rá, mert nincs tudata. De az ember erre képes. Érted? És akkor hol vagyunk ehhez képest? Tehát gondold végig, honnan jöttünk akkor, hogyha ezt elhisszük magunkról, kicsiként, gyerekként, érted? Nem jöhettünk az evolúcióból. Logikus. Hanem a szuper értelemből jöttünk. Világos ez? És a szuper értelem, ha nem itt van jelen a Földön. De ha a szuper értelem lenne a Földön, akkor mindenki szeretetben, boldogságban és békében élne, nem? Vagy rosszul látom? Mert a szuper értelem nem azt mondaná, hogy háborúzzunk, nem? Nem azt mondaná, hogy tegyük tönkre az embereket. Nem azt mondaná. Tehát gondold végig, egy olyan világban élünk,
ezt logikusan végig gondolod, hogy honnan jöhettünk, ha ilyen gondolatunk voltak gyerekkorban. És vajon mit keresünk itt? Elhűlést keresünk? Nem hiszem. Gondoljátok végig. Nem kereshetjük az elhűlést. Bár sok ember tök jó el van ezzel az elhűléssel, nem? Persze, mert már azt is tanították, hogy tudod, az ilyen félbolondokra, hogy hogy is mondják ezt a mondást? Hogy... tudjátok, ez amikor a bolondokra mondják, hogy, hogy milyen jó nekik. Boldogok a lelki szegények, igen, na, köszönöm szépen. Így van. Hát persze, sokan elhiszik ezt, hogy boldogok a lelki szegények. Hát nem. Vagy boldogok az együgyűek. Érted? Miért? Miért lennének boldogok az együgyűek? De az életben van sok dolog, amivel találkoztál, nem? Sok minden történt veled, hogy a végig gondolod. Nagyon sok minden. Hoppá. És ugye vajon miért történhetett veled? Azért, hogy ne old meg? Nem azért, hogy megold? Nem azért, hogy sikerélményed legyen a megoldásba? Hát mit tudja igazából motiválni az embert? Mi tud jó állapotot létrehozni? Mi tud egy boldog hangulatot létrehozni? Hát a sikerélmény, nem? Hát mi más? Mi más? És a sikerélménynek valamilyen szinten tartós hatása van. Sokkal tartósabb, mint úgy általában másnak. Tehát mikor az ember azt tudja mondani, hogy ezt megcsináltam, ezt létrehoztam, erre képes vagyok. Érted? Na az adja a jó hangulatot. Világos ez? Tehát mikor azt tudod mondani, hogy te csináltad meg, te érted el, te hoztad létre, te neked az eredménye. Érted? Azt tudja az embert igazából feldobni, ha jobban végig gondolod. Vagy rosszul látom? Hát most gondold végig, belepottyanni mondjuk egy vagyomba, beleszületni egy vagyomba, mondjuk így, örökölni egy vagyont, vagy létrehozni egy vagyont. Mekkora a különbség sikerélménybe? Gondold végig. Vagy rosszul látom? Tehát az embert azt tudja éltetni, hogyha teremt. Érted? Hogyha elkezd afelé menni, ami gyerekkorban eszébe jutott. Érted? Hogy megváltom a világot. És most mi tud lenni a világ megváltása? Hát a jelenlegi világunk, ha megnézed, főleg itt most már egyértelmű, én mondom 20 éve, hogy rossz felé halad. És azt is mondtam, hogy előbb-utóbb úgyis eljön az az időszak, ahol mindenkinek nyilvánvalóvá válik, hogy rossz irányba halad a világ. És akkor elérkeztünk ebbe az időszakba. Ennél egyértelműbben még az emberek sose látták, hogy rossz irányba halad a világ, mint most. És erre pont az a megváltás, hogy létrehozni olyan társadalmi formát, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni. Érted? Milyen egyszerű. Na most ahhoz, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban főleg együttműködve éljenek, az elég sok tudás kell. Nem egy egyetemi tudás, hanem annál több. Oké?
annál több. 9 évnyi tudás kell hozzá. És hogy ezt hogy tudod megvalósítani, ezt a 9 évet? Azt mondod, ó, te már milyen idős vagy, és meg se éred. Mindenre van megoldás. Mindenre. Nincs olyan dolog ezen a bolygón, amire ne lenne megoldás. Oké? Még arra is van megoldás, amire gondolod, hogy most nincs. Oké? Vannak olyan dolgok, amikről informálódok, nem az internetről, jó? Fentiektől, amit még nem adhatok át. Oké? Szó szerint. Mert nem érettek rá az emberek. Csak annak adhatnám át, aki érett erre a kérdésre. Csak ugye ott is van egy olyan probléma, hogy ha érett rá, akkor vajon meg tudja állni, hogy nem adja tovább? Ez a kérdés. De jó kérdés. Szóval, van itt egy közösségünk, ahol együtt tanulunk, tanulhatunk interneten keresztül, élőben tanulhatunk, helyszínen, élőben, és tanulhatunk felvételről. És az élő, az lehet PPH TV, vagy PPH rádió, oké? És felvételről is bármikor visszanézhető, nyilván egy darabig. Vagy letölthető akár, és akkor nézed vissza, amikor akarod. Ha elakadsz, kap segítséget, találkozhatsz olyan emberekkel, akik hasonló gondolkodású, hasonló nézőpontból néznek a világra, mint te. Van közös téma az emberekkel. Csak azt látom, hogy akik itt tanulnak, azoknak is egy kicsit jobban oda kellene figyelni arra, hogy helyesebben gondolkodjanak. Hogy sokkal-sokkal pozitívabb legyen a gondolkodásuk. Oké? Sokkal reálisabban lássanak rá a dolgokra. És próbálják a jó oldalát nézni a dolgoknak, és nem a rossz oldalát. Tehát akármilyen hihetetlen, annak van jó oldala, hogy az emberek anyagilag csúsznak lefele. És ha most te azt gondolod, mivel Magyarországról megy az előadás, Magyarország ennek a tudásnak a kiinduló pontja, hogy a világban nem hasonló helyzet, akkor nagy tévedésben élsz. A világban van egy anyagi lecsúszás. Ha anyagi lecsúszás van, tudni kell, hogy egy szűk réteg viszont sokkal jobban gazdagodik, mint valaha. Egy nagyon szűk réteg. Oké? És ez a lecsúszás, ez nem, tehát nem csak itt Magyarországon van. Mindenütt, a legfejlettebb országokban ugyanúgy. Még lehet, hogy ott nagyobb arányú lecsúszás. De magasról nagyobbat lehet esni, tudod. És ez azt jelenti, hogy minél nagyobb a anyagi visszacsúszás, annál több ember gondolja úgy, hogy nem az anyag a megoldás. Érted? Hanem a tudatosodás a megoldás. Meg az összefogás a megoldás. Meg az együttműködés a megoldás. Érted?
És ezt a hármat csak közösségben lehet megcsinálni. Úgyhogy ha azt gondolod, hogy időben kellene lépned, hogy ez a lecsúszás, ez az elhűlés ne hatalmasodjon el rajtad, akkor várunk szeretettel. De ne csodálkozz azon, ha sokáig gondolkodsz, hogy a gondolkodásod közben azon gondolkodsz, hogy most lépjek vagy ne lépjek, legyek tanuló vagy ne legyek tanuló. Ne csodálkozz, hogy a közben még több problémád lesz, mint eddig. Oké? Okay? Mert ezt tapasztaljuk, hogy akik úgy gondolkodnak, hogy most lépjek vagy ne lépjek, azokat még jobban pofozza az élet. Ja, úgyhogy várunk benneteket szeretettel, visszadom a szót a házigazdánknak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Tehát akkor köszönjük még egyszer Szerdőse Miklósnak ezt a fantasztikus előadást. Nehéz újra elmondani, de elmondom, mert érdekesnek találom, amit kigondoltam, hogy útközben mindig szoktam gondolkodni azon, hogy milyen jó dolgokat fogok itt most átadni embereknek, akik még csak a díjmentes előadásokat nézik. Aztán most is az történt, hogy annyi mindent kaptunk információt mesterünktől, hogy ez most így felülíródott bennem, és egy érdekes dolgot szeretnék így előjáróba, előadás elején mondtad nekünk, hogy az emberek azt gondolják, hogy minden magától létrejön, minden magától történik a világban. Hát erre van egy jó példa nálunk, nem csak én, más is szoktuk mondani, hogy azért tegeződünk például itt közösségünkön belül, mert magától semmi nem változik, semmi nem történik, tehát ez is egy jó példa, ezért tegeződünk. Hálás vagyok azért, hogy itt tanulatok, hálás vagyok azért, hogy a fentiek ide irányítottak. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy itt tanulhatok. Jó pár jó döntésem volt életemben, pár kapcsolatom is, pont párommal beszélgettünk, most nincsen itt, mert nem egyenes otthonról jöttem. Beszélgettünk, hogy nem véletlen, és az is hálás vagyok, hogy mi összetalálkoztunk, tehát a párommal, mert az is egy hatalmas fejlődés, egymást fejlesszük, egymást húzzuk fölfele, nem úgy húzzuk fölfele, idegesítjük, hanem egymást húzzuk fölfele a fejlődésbe, és ezt megtapasztaltuk. Viszont az is kellett hozzá, hogy mesterünk irányítást adjon, kapjunk tőle nagyon sokszor, rendkívüli sok esetben megtörtént, mert, és itt van a másik, amit szerettem volna mondani, hogy mostanában elég sok minden olyan dolog történt velem, ami, ha nem itt tanulok, akkor fogalmam nincs, hogy miért történik. Olyan felismeréseket kaptam, és fizikai, tehát velem történt fizikai dolgok miatt jöttek felismerések, és hogyha nem itt tanulok, akkor ezeket nem tudom. Akkor ezeket nem tudom, hogy miért történik, akkor lehet, hogy elhiszem, amit esetleg a média mond, hogy elhiszem azt, amit a szomszéd mond, hogy a barátok jó indulatból, viszont hogy itt tanulok, azt már tudom, hogy az a felismerésem van, hogy az miért történik, és így sokkal gyorsabban túlteszem magam rajta, sokkal gyorsabban tovább tudok lépni. Ha ez nincs, akkor az nem történik meg. Mert emlékszem azért régebben, amikor mi nem tanultam itt, sok minden történt, akár egy fogfájás, akár egy lábfájás, vagy egy fejfájás, bármi, és akkor hát elütöttük azzal, hogy hát jó, fáj, másnak is fáj, majd túléljük ezt is. De ez nem, ennek oka van. És ezt megtanultuk, hogy miért van ez oka. És ez is hozzá tartozik az, hogy most már több mint 5 éve tanulok itt párommal együtt, és mindamellett nagyon örülök annak, hogy már mindkét lányunk is itt tanul. És ez hozzá tartozik ahhoz, hogy ezáltal jobban tudunk egymással, párunkkal jól bánni, gyerekeinkkel jól bánni, önmagunkkal jól bánni, és ezekkel a fizikai tünetekkel is jobban tudunk bánni, amit most már tudunk, hogy miért kapunk. Aki most nézed az előadást, és szeretnéd megtudni, hogy ezt
hogyan tudod kezelni, és mi miért történik, okozatokat, akkor gyere ide tanulni közénk, és meg fogod tudni. Szoktam javasolni embereknek, hogyha most éppen nem volt kivetítve a 10 életterület, de hogyha eleged van abból, hogy járd a fölösleges köröket, és nem találod meg önmagadat, nem találod meg azt, hogy hogyan kezeld jól az életedet, akkor gyere ide, tanulják velünk, tanulják szép kis közösségünkbe, nem is kicsi, már nagy közösségünkbe, és hogyha abból is eleged van, hogy elmész ilyen tanfolyamra, elmész olyan tanfolyamra, akkor is gyere ide tanulni, mert mi is voltunk párommal 2001 óta. 2001 óta kezdtünk keresni kérdéseinkre a választ. Ez, ha időt számolom, amíg rátaláltunk Szerdasi Miklós iskolájára, az 17 év. Tehát 17 évig jártunk, köröztünk, mint a madár, meg jártunk mindenhova, mindenkinek hittünk. Voltunk fizikai gyógyász, lelki gyógyász, szellemgyógyász, látó, tehát elég sok, hosszú lenne a lista, akik mind jó emberek voltak, viszont a nagy torta szeletből mindig csak egy szeletet tudtak megmutatni nekünk, egy szeletére az egész életnek tudtak rávilágítani, és amikor annak a tanfolyamnak vagy képzésnek vége lett, és azt a szeletet megtanultuk, hazamentünk és rádöbbentünk, hogy nem történt semmi, mert az egész tortát kell nézni. És ezt Szerdasi Miklós mesterünk tudja, átadja nekünk, nyilván aki ebbe szeretne részt venni. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy jöjjön, tanulja meg, puding próbálja az evés, ki kell próbálni. 3 hónapot szoktam javasolni, hogy próbáljon ki valaki a képzésen részt venni, mert 1 hónap az nagyon kevés arra, hogy megtudja. Hál' Istennek most ismét akciós ára hozzá lehet férni a képzéshez, ami azt jelenti, hogy a kedvezményes ár, mint a weboldalon is megtalálható, 40 ezer forinttal lehet kezdeni. Akciósan most 19.700-at tudod kezdeni, kedvezményesen többi hónap 20 ezer forint, most akciósan 12.500 forint, és hogyha bemész bármelyik boltba, elmész tankolni autóba, akkor mindenki rádöbbenhet, hogy ez a képzés tényleg, hogyha valaki akar valamit fejlődni, akar jobbá tenni az életét, akkor ez apró pénz. Úgyhogy aki néz az előadást, és még nem vagy tanuló, akkor gyere tanulni, nem fogod megbánni. Szép közösségünk van már személy szerint nekünk is, viszont nem volt olyan ember, tényleg nem volt egyetlen egy ember se, aki amiatt hagyta abba, mert csalódott benne, nem azért. Tehát a tudás az megvan, a tudás itt van, átadható, magunkba tudjuk szívni. Tehát akkor egyszerűen gyere és próbáld ki közénk, nem fogod megbánni. Most a szünet után gyereknevelés 3. rész coach képzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik, tehát 7-8 után 5 perccel folytatjuk. Fontos dolog, akik még újak, hogy most át kell lépni egy másik menüpontra. Ha weboldalt megnyitod, akkor a kék hosszú gombra kell rányomni, és akkor fél óra múlva indul a képzés. Jó szünetet kívánok!